Tisztelt Országgyűlés, szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, aktuális közügyek címmel. Öné a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, a népnyúzó végrehajtóknak vajon hány családot sikerült kilakoltatniuk az elmúlt hónapokban? És ezekből hány család deviza hitel károsult még mind a mai napig? Véget ért a kilakoltatási moratórium november 15-én. A kormány többszöri kérésünk ellenére sem hosszabbította meg azt, pedig a Covid-őrület idején a veszélyhelyzetre hivatkozva éltek ezzel a lehetőséggel, amikor szorgalmaztuk a kilakoltatási moratóriumot. Hosszú ideig, majdnem két évig éheztetve voltak a hiénák, a végrehajtók, az ingatlan maffia tagjai, a követelés kezelők. Mintha valami furcsa nyomás lett volna a kormány vállán ismét, hogy engedje garázdálkodni őket, mert kiéheztek. Pedig a főnök, Sadül György már egy éve előzetesben van. A Mi Hazánk mozgalom, dr. Fiszter Zsuzsanna végrehajtásügyi és hitelügyi szakpolitikusunk vezetésével vizsgálta a kilakoltatásokat, amelyek nagy része még mindig a devizahitelekből ered. Néhány kilakoltatáson jó magam is részt vettem vele, többet sikerült megakadályozni vagy elhalasztani is pártunknak. De érdekli-e a kormányt, hogy milyen gondokkal küzdenek még ma Magyarországon az adósok, hogyan nyomorítják meg az életüket a végrehajtók? Véhetőleg valami morzsa eljuthatott önökhöz, hiszen végre módosították a végrehajtási törvényt is egy 85 oldalas salátatörvényben. A letiltás, az inkasszálás és a becsérték kérdésében a Mi Hazánk mozgalom régi javaslatát valósította meg a kormány, amit köszönünk. De ezek a módosítások nem elegendőek, nem jelentenek megoldást, csak tűzoltásra alkalmasak. Évek óta problémát jelentenek ugyanis ezek az alacsony összegek az adósok életében, a jelenlegi gazdasági helyzetben pedig még az emelt összegek is nagyon keveset érnek, ráadásul hamar elinflálódnak. Hogy gondolja azt a kormány, hogy az egekbe törő rezsiszámlák és az általános áremelkedés mellett egy család meg tud élni 60 ezer vagy akár 200 ezer forintból? Mert letiltás esetében az eddigi 28.500 forintról 60 ezer forintra növelte a letiltástól mentes részt. Inkasszálás esetében az eddigi 142.500 forint helyett az új szabályozás szerint csak 200 ezer forint felett lehet korlátlanul levonni, ha meghaladja a munkabére a törvényben foglaltakat. 60 ezer és 200 ezer forint között pedig a munkabér vagy a nyugdíj 50%-át inkasszálhatja a végrehajtó. Könnyen belátható, hogy a limit emelések nem elégségesek. Ezért kérem, vizsgálják felül ezeket intézkedéseket, és emeljék meg a megállapított összegeket 60 ezerről, minimum 100-200 ezerről legalább 250 ezer forintra a következő hónapokban. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja mindig is az volt, hogy meg kell reformálni a letiltásokra és inkasszálásokra vonatkozó szabályokat, hogy az adósság rendezése ne a kisemmizés legyen. De azt is le kell szögezzük, hogy a jogos tartozásokat meg kell fizetni és be kell hajtani. Ezért mindig hangsúlyoztuk, hogy ezen határösszegeket emelni szükséges, ezzel elérve, hogy az emberek élethez való joga, vagy hát méltó élethez való joga megmaradjon, és ne semmizzék ki a népnyúzó végrehajtók és a hiénaszerű követeléskezelők az adósokat. Örömmel láttuk, hogy a másik módosítás a becsértéket célozta, amivel az ingatlan maffia virágzását és pofátlan működését, brutális kizsákmányolását, a nem megfelelő ingatlan becsértékre vonatkozó törvények biztosítását biztosították. Hát hogy lehet jogszerű és korrekt az az eljárás, ahol az ingatlanhoz a piaci értékének a töredékéért lehet hozzájutni? Ez sem az adósnak, sem a követelés kérőknek nem jó, csak is az ingatlan maffia virágzik belőle. A Mi Hazánk mozgalom éppen ezért a becsérték ellen emelt kifogás illetékének megelőlegezését is követelte, hogy az adósok jogorvoslati lehetőségei javuljanak, de ez sem elégséges. Vezessék be, hogy ne kérelemre, hanem automatikusan kötelező legyen a végrehajtó számára új értékbizonyítvány beszerzése, vagy legalább konkretizálja a törvény, hogy ezt az árverési hirdetmény készvétele után is kérhesse az adós. Ezáltal lehetne javítani a végrehajtásba vetett bizalmat és
közvélekedést, ami a Mi Hazánk mozgalom által feltárt végrehajtó maffia botrányt megelőzően sem volt valami stabil, de Sadul György és bűntársa Völner Pár mélységesen elásott. A végrehajtó maffia felszámolásához non-profittá kellene tenni a végrehajtást és a jelenlegi rendszerben tevékenykedő végrehajtókat. Meglátásunk szerint teljes egészében fel kellene számolni, teljesen új alapokra kellene helyezni az önálló bírósági végrehajtást. Köszönöm, ha ezekből bármit is megfogad a kormány.